Sziasztok! Vicuska vagyok. A mai napon egy olyan képpel készültem nektek, amit még soha nem készítettem, fogadjátok szeretettel. Veszek egy lapot, mégpedig 900x600-asat leokézom. Most ezt a lapot egy olyan színre festem majd be, amit a számítógépemről vettem, mégpedig ez a kis virágcsokor szerepelni fog rajta, vagyis a színe. Tehát ebből veszünk mintát, és ebből fogjuk befesteni. Pipettára kattintunk, és fogom. Én egy sötétebb színt szeretnék választani, mondjuk nem is tudom, hogy honnan vegyek mintát, de közben is meg lehet nézni majd, hogyha ez nekünk nem tetszik, akkor lehet rajta változtatni. Na tehát, utána, mikor ezzel készen vagyunk, tehát vettünk mintát, ezzel készen vagyunk, akkor fogjuk a kis csokrocskánkat, amit már előzőleg elkészítettem, mégpedig 900x600-asra átalakítottam, mert ez nem volt mindig ilyen. Most a következő dolgom az lesz, hogy ezt bemásolom a zöld háttérbe, tehát szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És ezt tudjuk, hogy 900x600-as ez a kép, és erre már nem lesz szükségünk. Nem, tehát 900x600-as ez a kép, és pont ugyanakkora, mint az alsó háttérképünk, de viszont nem lesz akkora, mert most készítünk belőle valamit, megyek a szűrőkre, és a Flaming PR Flexi 2-re. Flaming PR Flexi 2-nél beállítottam. Minusz 80, minusz 70 és 40. Itt pedig bejelölöd az ellipszoidot, tehát ezt. Itt pedig bejelölöd az elsőt a következőnél, az outputnál. Bejelölöd az elsőt, és a harmadiknál pedig a normált, és leokézod. Meglátjuk, mi is lesz belőle. Na most én kaptunk egy ilyen képecskét, ami nekünk nem tetszik, ugye, mert itt fehér felül, meg alul, tehát PNG-vé kell tenni. Kattintunk az emberkére, és már is PNG-vé lett, nem is kellett kattintani ide. Tehát ilyen egyszerű az egész. Most ez nekünk így nem tetszik, tehát fogom a függőleges tükrözéssel megfordítom, és még egyet fordítok rajta a vízszintes tükrözéssel. Megyek, és szépen ide felőre helyezem. Most ez nekem még nem jó, azért, mert nem tölti ki a teret. Nekem az volt a célom, hogy ilyen torzított virágot kapjak, és kitöltse a teret. Ugye, most tehetnénk azt is tehetnénk, hogy jobb gombtorzítással lehúzhatnánk idáig, tehát kétféle variáció van, jobb gombtorzítás, és akkor elkezdjük húzogatni, de ez sem a legjobb, mert hogyha ide lefele húzzuk, akkor még kimarad. Tehát itt már nincs mit húzni, tehát nem a legjobb dolog, tehát visszamegyünk, és én úgy tudom ezt mégsem, és úgy tudom ezt elvégezni, hogy fogom megkettőzöm ezt a képet, réteg megkettőzés, és amikor megkettőztem, ugye ez itt van. Na most ezt megfordítom a függőleges tükrözéssel, és fogom, ide helyezem, ide alulra, és összepasszintom, de úgy, hogy ez jól is legyen, normálisan legyen, és egyesítés az előző réteggel. Ha teljesen jónak találod, akkor leokézod, és ugye kaptunk egy képet, ami nekünk nem jó, megmutatom miért. Mert hogyha fogod, és látod, hogy ez milyen nagy. Tehát itt azt csinálod, tehát a visszagombbal visszamész, kitöltse a teret, fogod a kijelölő pálcádat, és akkor lenyomva tartva ezt kivágod.
Hát fogod és kivágod. Jobb gomb, másolás. És ide kattintasz a szerkesztőt közepébe, beillesztés új képként. Hát ez nem lett valami jó, elmondom miért. Nem jól másoltam le, mert itt oldalt látjátok, itt nem jól sikerült az egész, tehát nem a legjobb. Még egyszer megcsináljuk. Nem tudom, hogy mi a hiba. Tehát másolás. Ide kattintok a közepébe, beillesztés új képén. Megint ugyanaz történt. Nem tudom, mi baj van itt. Pillanat. Mindjárt megnézzük. Itt talán nem jól van. Nem jól van kihúzva, tehát nincs teljesen kihúzva. Figyeljünk arra, hogy te jól húzzuk ki a dolgokat, mert akkor nem fog sikerülni, mint most nekem is. Tehát egyesítjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel, és most kivágjuk, megpróbáljuk, hogy így jól lett-e. Fogod, bal gomb lenyomva tartva, és végig húzod, 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 addig még végig nem ész. Jobb gomb, másolás. Ide kattintasz a közepébe, jobb gomb, beillesztés új képként. Na ez már jó lett. Na most a következőt teszed. Ezt az alsót, mivel ez nem kell, tehát ez nagyon nagy, látjátok, hogyha ide nézzétek, ez ilyen nagy lett, tehát ez nem kell nekünk. De lehet, hogy lehetne belőle egy gyönyörűséges dolgot csinálni, én most nem azt akarom elkészíteni, hanem ezt kitörlöm. Tehát törlés a felsőt, és most ezt ráhelyezem. Tehát ez a képünk, elnézést, ez a képünk csak addig kellett, amíg ezt elkészítettük. Tehát szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És beilleszti a közepére, és most már, hogyha, tehát ugyanakkor az alsó képünk is, mint a felső. Most a következőt tesszük, megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra, és én választottam egy maszkot, ez nagyon szép kis maszk, akár bármilyet választhattam volna, én most jelen pillanatban erre tippeltem. Most, hogyha ide a könyvecskére kattintok a másikra, akkor látjátok, hogy ez a széle, tehát, hogy ez a széle jött be, itt a szélén fogja majd bekeretezni nekünk ezt. Tehát leokézom, és így választom ki a maszkot. Amikor ezzel készen vagyok, akkor megszüntettem a kijelölést, és amikor megszüntettem a kijelölést, na most nekem ki kellene jelölni, ugyanis. Erre lenne szükségem kijelölésképpen, tehát viszont nem tudom kijelölni sem az inverse kijelöléssel, sem egyikkel sem tudom kijelölni, mert ugye ez nem egyenes. Ki tudnám ezzel mondjuk jelölni, ezzel, de mivel, hogy ez nem egyenes, tehát itt látjátok, hogy ez ilyen cikcakos, és így ezzel nem tudom kijelölni, hanem most mutatok nektek egy trükköt, megyek a szűrőkre, tehát a felső rétegen állunk, megyek a szűrőkre, a leképezésre, és akkor a 3D-s kontúrral belemegyek, látjátok, azonnal kijelölődött, de viszont nekem erre most jelen pillanatban lehet, hogy nem lesz szükségem erre a 3D-s kontúrra, de majd meglátjuk, még az is lehet. Tehát hagyjuk itt a feketét. És akkor most megyek a kijelölésre, összehúzás. Egy 25-öst húzok össze, és most a következő dolgom az lesz, ugye már le3D-ztük, tehát akkor már arra nem lesz szükség. A következő dolgom szűrő, mikor ugye kijelölted, vagyis összehúztad, szűrők, torzítás, ellipszis. Amikor ezzel készen vagy,
kaptál egy ilyen ellipszis dolgot, megszünteted a kijelölést, és most látod csak, hogy mit is kaptál. Tehát ez a széle egy ilyen keretféleség, és van benne egy ellipszis. De viszont én azt szeretném, hogy ez a keret is hasonlóképpen nézzen ki, akkor fogom, és most már nem a kijelölt dologgal teszem azt, hogy ellipszis, hanem az egésszel, tehát a szélével is. Tehát torzítás, ellipszis, és mit látsz? Tehát a széle is ellipszis lett. És kaptunk egy nagyon szép kis képet, nekem nagyon tetszik. Felső rétegen állunk, szűrők, domborítás, domborítás, meglátjuk, hogy mit tesz vele. Hát nem tudom. Nem tudom, talán egy mérsékelt domborítás inkább elmenne. Kétszer mérsékelt domborítás, mert az se szép, hogyha túl domborítjuk. És a következő lépésünk, ezzel már nem teszünk semmit, mert rendben vagyunk. Tehát megcsináltuk előzőleg már a 3D-s kontúrt, még egyszer elkészíthetjük, ha akarjuk, tehát felső rétegen állunk, szűrők, leképezés, 3D-s kontúr, és amikor ezzel készen vagyunk, ugye megjelenik itt nekünk ez a fekete, hogyha akarjuk, még duplázhatjuk. És akkor már élesebb a kép. És a következő dolgunk van nekünk egy tájképecskénk, itt van, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Beillesztjük, ugye, ide, de nem... Nem a virágunkra rá, hanem jobb gomb szabad átalakítás, lekicsinyítjük, mégpedig hát egy 80%-ot, és ugye itt úgy sincs olyan szép virág, mint itt fent, tehát ide helyezzük ezt a tájképet. Tehát úgy helyezzük oda, hogy azért a virágocskánk látszódjon. Tehát fogjuk és ide helyezzük. És akkor ezt le is rétegezzük mindjárt. Ezt a kettő dolgot egyesítjük a réteggel, tehát a felsőt az alsóval, egyesítés az előző réteggel. Na, ezzel készen is vagyunk. Ezzel a belsővel már nem kell semmit csinálni, készen vagyunk. Viszont még az alsó hátterünkön el vagyunk maradva, mert ez nekem annyira nem tetszik, mondjuk. Nem tetszik mondjuk ez a szín, akkor teszünk alá egy kis textúrát, mégpedig a vakolatot választottam. Bocsánat, az előbb azt mondtam, hogy ezzel nem csinálunk semmit, de igen, még egy kis árnyékot adunk rá. Réteg, beállítások, és egy hetes árnyék, és meglátjátok, hogy mindjárt kiemelkedik. Tehát el ne felejtsük az árnyékot, mint imént majdnem én is elfelejtettem. Utána a következő dolgunk az lesz, hogy összevonjuk a rétegeket. Réteg, egyesít minden réteggel, aztán erre már nem lesz szükségünk, utána következik a hölgyeményünk, nem, hanem inkább először bekeretezzük, mégpedig lenkép, külső keret, adunk neki egy 65-öst, igen, adunk egy 65-öst, és a varázspálcával kijelöljük, és akkor ugyanezzel a zölddel beöntjük. Ugyanezzel a zölddel. Tehát itt van felül kijelölve, bödön, zöld. Amikor ezt elvégeztük, akkor amíg a kijelölésünk megvan, leteszem a bödönt, megyek a szűrőkre, leképezésre, tehát leképezzük 3D-s kontúr, ugye a fekete van benne, tehát a fekete itt felül lesz. Jó is lesz, jobb alsót jelöljük be, és oké. Okay. A következő lépésünk, megszüntetjük a kijelölést. A következő dolgunk a kis hölgyemény lesz, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Beillesztjük mégpedig nem ide a közepébe, ide is illeszthetnénk akár, hanem mondjuk ide alulra, és akkor szabad átalakítás, jobb gomb, kicsit megnöveljük a hölgyeményt, mert én úgy szeretném bejelzni, mert nagyon szép kis hölgy, tetszik a sapkája is, hogy
Nem baj, hogyha nem látszik az egész teste, tehát így vélik, hogy a hölgynek látszódjon jól az arca, viszont látszódjon a kép is és a virág is. Elég jó lesz így, adunk neki egy kis, így még jó lesz, hogy jobb lesz. Adunk neki egy kis árnyékot, de az annyiban nagyon nem fog most látszani. Réteg, beállítások, árnyék, hát valamit látszik, igen. És akkor utána nem kell más tennünk, mint összevonjuk a rétegeket, egyesít minden réteget, és ráírjuk a nevünket. Mégpedig nem. Hát most tanítok nektek egy módszert, amit nem tudom, hogy tudtok-e. Én már elkészítettem előre, de itt van, elkészítettem előre ezt a nevet, de ezt most megmutatom nektek, hogy hogy is készítjük, mégpedig a számítógépemről behozok egy, mondjuk egy divideszt. Remélem sikerülni fog. Na, merre vagy? Itt van. És gyorsan megkeresem ugyanezt. Hát, amilyen gyorsan tudom, ugye? Nem is tudom, hogy melyik volt, de ez volt, megvan. És akkor most ugye behoztam ezt a kis képet, ez fekete. Ez maradhat így fekete azért, mert bármilyen színre be tudjuk festeni, mindjárt meglátjátok. Most ugye ezen a rétegen állunk, tehát itt erre fogunk írni. Ráírjuk, hogy Vicuska, mégpedig most hát ezzel a színnel, de ráírhatom feketével is akár. Nézzétek, csak ráírjuk feketével. Adunk neki egy 25-öst. És oké, tehát itt van a Vicuskánk, és akkor egyesítem a rétegeket, egyesít minden réteget. Na most ezzel még nem vagyunk meg, mert ezt PNG-vé kell tennünk. Fogod, rákatintasz az emberkére, ide rákatintasz a közepébe, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindig, amikor PNG-vé tesztek egy képet, mindig rákatintotok oda, amit PNG-vé szeretnétek tenni. Tehát itt ezt a fehér réteget szeretném, rákatintok, oké, mert nem biztos, hogy fog sikerülni. Na most a következő dolgom az, hogy itt van ez a kis képecskénket, mindent lecsukok, csak ez a kettő kép marad elől. Itt van ez a kis képecskénk most. Én ezt ilyen sárgát szeretnék, mondjuk sárgát szeretnék, és akkor ez úgy működik, hogy fogjuk, kijelöljük a kijelölő pálcikánkkal, és akkor igen, kijelölő pálcikánkkal, és ilyen színt fogunk kapni. Ilyen narancssárga, vagy nem tudom milyen színt. Most megyek szerkesztés, másolás. Szerkesztés, különleges beillesztés maszként. És akkor ugyanilyen színt fogsz kapni, amit bejelöltél, tehát itt van. Itt van. És ezt most le is lehet képezni, tehát szűrők, azt mondja leképezés, 3D-s kontúr, és ugye ezt a feketét bevetettük az előbb is, és most is ezt fogjuk, és még egy kis domborítás. Miért domborítás? És akkor már készen is vagyunk, mondjuk itt a Vicuska annyira nem látszik, mert raktunk bele egy kis feketét, de nem baj. Hát esetleg hogyha nem teszünk bele nem teszünk bele leképezést, akkor látszik. Tehát itt ez nekem a szűrők, domborítás, domborítás. Még egyszer meg domborítom, hát ha így jobb lesz. Hát nem nagyon. Leképezés. Az a baj, hogy a feketét raktam bele, tehát fogom, és akkor berakok egy sötét. Sötét, méghozzá egy sárgát. Berakok innen egy sötét sárgát.
talán ez jó lesz, de nem tudom. Igen, oké. Jó. Hát annyira nem jó. Mert hogyha nincs benne egy kis sötét szín, akkor már nem lesz jó, most már jobb. De ezt a tízest levesszük innen. Mondjuk 7-es, 6-os. Na mindegy, ez most így sikerült. Nektek biztos, hogy jobban fog sikerülni. Levesszük a kijelölést, és akkor ide elhelyezzük. Még ez alá adunk egy kis árnyékot, réteg, beállítások, és sokkal jobban fog kinézni. Tehát sokkal jobban néz ki. Réteg, egyesít minden réteget, és utána ezzel már készen is vagyunk a leckével. És nem kell más tenni, mint elmenteni jépekbe. Fáj, mentés másként. És elment egy jépekbe, mentés. És készen is vagyunk a leckével. További szép napot, szép estét kívánok nektek. És jó munkát. Sziasztok!